Maradtunk a Fővám téren, és ahogyan azt ígértem előző adásunk végén, Móricz Zsigmondról fogunk beszélgetni, megemlékezni, ugyanis itt, ebben az épületben élt 10 éven keresztül. Ambrus, mikor, és azt tudjuk-e, hogy melyik lakás volt az övé, hogy hol élt? Igen, tudjuk, hogy hol lakott, és azt is tudjuk, hogy mettől meddig, 1926-tól 1936-ig élt ebben a házban, a harmadik emeleten, egy olyan félköríves balkon mögötti lakásban, amelyről gyakran ki is nézett, és számos újságcikket kezdett úgy, hogy kinézve az ablakából mit lát éppen. De hát persze, Móricz Zsigmond több szállal kötődik a Ferencvároshoz, mint az 5. kerülethez, hiszen 1906-tól 1926-ig, több mint 20 éven keresztül az Üllői út lakója volt. Először az Üllői út 91-ben, aztán az Üllői út 95-ben lakott a családjával, Holics Jankával, a feleségével és 3 lányukkal. És hát egy családi, család felbomlásának köszönhette tulajdonképpen ez a ház azt, hogy ide költözött Móricz Zsigmond, mert a Búzakalász című darabjának a próbái során 1923-ban megismerkedett Simonyi Mária színésznővel, aki ennek a darabnak a főszereplője volt, és beleszeretett, rettenetesen szerelmes lett ebbe a színésznőbe, és hát ugye viszonyt is kezdett vele, amit Holics Janka egy ideig bírt, és utána öngyilkos lett 1925-ben az Üllői úti lakásukban. Egy évvel később pedig összeházasodott Móricz és Simonyi Mária. Simonyi Mária lakott itt ebben a házban az édesanyjával, a harmadik emeleten, emögött a bizonyos félköríves balkon mögötti lakásban. Úgyhogy nem lehetett túl egyszerű egyébként a 3 Móricz lány, Móricz Zsigmond, a feleség és az anyósa egy lakásban laktak. Az anyóst el is választották valami spanyol fallal, hogy ne nagyon zavarja a családi életet, de igazából a házasságuk nem volt túl kiegyensúlyozott. Hát igen, Holics Janka minden szempontból partnere volt Móricznak, nem csak a felesége, a gyerekei, édesanyja, családanya, hanem az első lektora, az első kritikusa, tehát az írásait, a darabjait is közösen beszélték meg. Hát ezt a szerepet Simonyi Mária nem tudta betölteni, és aztán el is hidegültek egymástól viszonylag gyorsan. Amilyen erős volt a lángja ennek a szerelemnek, olyan gyorsan ki is hunyt. És hát ehhez a térhez kapcsolódik a következő nő a Móricz Zsigmond életében, Litkei Erzsébet, akit Csibe néven ismert meg, aztán később az irodalomtörténet, megismertette meg az emberekkel. Fiatal lányként itt a Szabadság hídról próbált véget venni az életének, és Móricz Zsigmond észrevette ezt, és aztán egy idő után magához is vette a lányt. Fogadott lányaként nevelte, sőt, ennek a lánynak a fiát, Imrét adoptálta is, tehát Móricz Imre néven nemrég hunyt el egyébként, nagyon idős korban ez az úriember. Szóval, ahogy megismerkedett Csibével, úgy talán ez volt az a végső lökés, hogy a házasságuknak végét vesse. Úgyhogy 1936-ban elköltözött, el is váltak, és ő a Bartók Béla út 50 szám alá költözött. De hát ebben az időben már legtöbb idejét persze nem is itt töltötte, hanem Leányfalun. Azt hiszem, hogy ezt szintén mindenki többé-kevésbé ismeri, hogy Leányfalu és Móricz Zsigmond viszont teljesen szoros szálakkal kötődik egymáshoz. De viszont az épületről, az építészről nem igazán beszéltünk, arról is ejtsünk szót. Így van. Sannen Ernőnek hívták az építészt, aki 1909-1910 táján megtervezte ezt a nagyon szép francia udvaros épületet. Tulajdonképpen egy különlegessége ennek a bérháznak a francia udvar. Ugye a középső fő homlokzata hiányzik az épületnek. Egy U alaprajzú épületről van szó, és ez a bizonyos U betű, ez maga a francia udvar,
amelyből egyébként a pincerészbe is egy gyönyörű és nagyon szép díszes lépcsősor vezet a föld alá, és a francia udvaron keresztül lehet bejutni egyébként az épületbe. Az épület és a tér találkozásánál vendéglők működtek, kávéház, vendéglő, volt, amikor Nádor kávéháznak hívták az itt működő vendéglátóhelyet. Most is vendéglátóhely van. Igen, most is egy étterem van éppen. Úgyhogy meg volt, amikor vagy vámháznak hívták a kávéházat. Úgyhogy de nagyon ügyes megoldás ez, hogy az itteni lakóknak tulajdonképpen egy kis belső szigete is van ezzel a francia udvaros megoldással, és a Sanna Ernő tulajdonképpen számos olyan bérházat tervezett Budapesten, amely ugyanilyen francia udvarral van ellátva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magamat. És itt ugye a Fővám téren is épített több ilyen épületet, úgyhogy én azt mondom, hogy következő műsorunkban akkor egy picit beszéljünk majd róla is, jó? Úgyhogy maradunk a Fővám téren, következő adásunkban is tartsanak velünk.